Felmerült, hogy akár véglegesen bezárják a déli pályaudvart, híradónk úgy tudja, ezt a lehetőséget is megvizsgáltatja a kormány. Arra kérték a Nemzeti Fejlesztési Minisztert, kezdjen konzultációt a pályaudvar jövőjéről. A délit egy hónapja zárták be a bevezető alagút támfalának megcsúszása miatt. A helyreállítást azonban azóta sem kezdték el, az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatót 10 napja váratlanul lemondták. Délutáni tumultus a kelenföldi pályaudvaron. Egy hónapja innen indulnak azok is, akik eddig a déliből utaztak. Portik Mária Baracskáról ingázik. Azt mondja, neki naponta plusz 1 órát veszel az életéből a kiszámíthatatlan közlekedés. A munkahelyemmel játszom, és most délután is, hát most kellene induljon ez a 14 óra 17-es, és még sehol sincs, nem tudjuk, hogy lesz vonat, vagy nem lesz vonat. Hogy csökkentsék a sorbanállást, már a BKK jegyirodájába is beültettek 2 MÁV pénztárost, akiknél vonatjegyet lehet venni. A déli pályaudvart február 1-én zárták le, miután kövek estek a sínekre, majd a bevezető alagút támfala is megcsúszott. A MÁV-nál akkor azt ígérték, napokon belül elkezdik a helyreállítást. A pályázatot kiírta már a vasúttársaság, tehát folyamatban van a kivitelező cég kiválasztása. Ennek a héten meg kell történnie, és reményeink szerint jövő héten már tényleg elkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. De azóta sem történt semmi. Február 20-án sajtótájékoztatón jelentették volna be, hogy ki lesz a kivitelező, de az eseményt az utolsó pillanatban lefújták. Most pedig kiderült, 5 nappal később már a kormány tárgyalt a pályaudvar sorsáról. Felkérték a Nemzeti Fejlesztési Minisztert, hogy kezdjen konzultációt a pályaudvar jövőjéről. Kérdeztük a minisztériumot, hogy erre miért van szükség, de későbbre ígértek választ. Úgy tudjuk, hogy az is felmerült, hogy a pályaudvart véglegesen bezárják. Olyan rémhírt is hallottam, hogy nem is lesz megnyitva, bezár a déli pályaudvar. A déli pályaudvar bezárásáról csak találgatnak az utasok, senki nem tud biztosat. A bezárás ötlete időről időre felmerül. 2006-ban látványterv is készült egy oda tervezett bevásárlóközpontról. Közlekedési szakemberek szerint a 4-es metró elindulása óta a pályaudvar szerepe csökkent. A MÁV-nál ma a felújításról csak annyit mondtak, még egy kis türelmet kérnek.